Ja, na. Briefingben ugye ez viszonylag benne van. Ezt meg is meg tudjátok nézegetni. De lényeg a lényeg. Blue Air Force Base via Shukumi, és a feladatunk, hogy helikopter egy AI fog most elvinni, mert ugye nincs annyi emberünk, hogy megoldható legyen másik. Tehát AI helikopter fogja elvinni a London Fobra prostót, sok minden nincs, tehát ez nyíregyenesen ide fog jönni. Rádióparancsal lehet indítani, de az elején ezt még nem fogom elindítani, mert ki sem indítsátok el, meg fogjátok érteni, hogy miért a későbbiekben. Lényeg a lényeg, ugye itt van a Nuki, ezt nem kéne ráomlasztanunk az épületet, meg semmi ilyesmi, hanem majd a helikopter elviszi a Ziódis csókát, aki tudja ezt hatástalanítani, de Fobon lerakja, itt várja egy felfegyverzett konvoj, ami ezen az úton fog haladni, 3 perccel azután, hogy leszállt a heli, tehát itt nincs olyan késlet, hogy 3 perc késletetés van, átszáll az ember, és már indul is a konvoj, és ezen az egyes határát kellően fog átkelni, és azonnal megy a Nukehoz hatástalanítani, ami 5 percet fog igénybe venni. Hogyha ez sikerült, akkor örülünk, mert megoldottuk a mission-t. SA-3 ütegek védik az ő légterüket. Van 2 darab albatroszuk mikrorakétákkal, ami lehet, hogy felszállhat, hogy nem. Az majd kiderül. Mire kell számolni? Tehát az SA-3-ak azok erősen be tudnak oda lőni, hogyha nem figyelünk, úgyhogy mindenki figyeljen oda. A főmufti, ugye Rados a generális admirális basszájba, ő itt van a Nuke site-nál, és ő szépen végig fog menni ezen az úton, és minden egyes ilyen kis lófaszt meglátogat, aztán hazamegy. Hogyha akarjuk, ez egy side mission, hogy őt ki lehet nyírni, de nem az a prioritás, hanem az, hogy a FOB életben maradjon, és hogy a Nuke-ot kiiktassuk. Tehát ennyi igazából. Mindenkinek világos volt ez, vagy valami plusz még kell? Tiszta. Ja, milyen módon védjük meg? Mi a dolgunk, nekünk átízdek? Meg kell védeni azt a kibaszott autót. Closer support. Így van, closer support. Figyelni kell. Várható Strela, meg ilyenek, úgyhogy 12 000, de mondanám. Úgyis alá fogtok menni, mert alá fogtok menni. Vigyázzatok magatokra, jó? Én szerintem, lehet, hogy most én is átízzel jövök, bár van Harrier, de nagyon messziről tud jönni. És elég sűrű a felhőzet, úgyhogy nem biztos, hogy tudnék én bombázni, bár magasan vannak a felhők, tehát 16 000 lábon vannak a felhőzet, ott van a felhőzet alja, azért, na, okosan, jó? Jó, és tehát az útvonalon látunk, meg ott a gát környékén, ha vannak ellenséges milyen dolgok, akkor azokat lőhetjük? Hogy? Persze, tehát... Oké, rendben. Mindenre nyugodtan tüzelhettek, szarokat, waypoint mindenkinek van, azonosítsátok a célokat, tehát nehogy barátégséget lőjünk, jó? Ezt akartam kérdezni, hogy ROI? Weapons free, én most azt mondanám, de okosan. Weapons free, de okosan, oké. Okay. Jó. Tehát azért először kérdezzünk, azt lőjünk, jó? Jó, akkor ez szerint észszerű, hogyha megtakarítjuk ott a gát környéket mindenképpen, mert oda fog menni, ugye? Oda fog menni, igen, de közben figyeljétek a rádió üzeneteket, mert lesz ilyen csipogás, akkor jobb felső sarokba várni kell az üzenetet. Oké. Kapni. Fegyverzett rá valamilyen korlátozás? Semmi, nyugodtan célből minden, ez most egy ilyen teszt jellegű dolog, ez életem első missionnyel, szeretném, hogy sikerülne is mindenkinek. Lenne öröme, hogy tudott lőni valamit. Jó, hát azért az atom körül ne dobáljunk CBU. Tartsuk hát azért ennyire a realitás mezét. Figyelj, jó, még egy gyors kérdés. DC nem válaszol, újraindítom, pillanat. Még egy gyors kérdés, X1 uh-huh. terület. Azt a célszerű megtisztítani, X2, X3 az side. Igaz? A side, így van. Azt nem is kell megtisztítani, az csak ott van. Tehát, hogy oda fog menni látogatni ez a paraszt. Jó, értem. Tudjuk, mivel utazik? Egy konvoja, amiben van mindenféle jó. Briefingnek a képeit végignézitek, akkor mindenről lesz fotó, hogy mi micsoda, meg mi miért van, meg hol van. Jó, oké. Okay. Kezdhetjük részemről. Ja, indítom újra a DC-t és akkor levon szerve. Okay. Ez miért van, hogyha kifagy, akkor minden modult szeretne újra aktiválni, és rájön, hogy már aktiválva van amúgy? Nem tudom, nekem ezt amióta az 1.5.80 azóta nem csinálta. Egyébként valószínűleg azért, mert még mindig benne van a regisztriben a 2.1-esnek a cucca. És
csinálj egy ezért CC cleanert nyomja. Szoktam, de hiába. Akkor nem tudom. Nekem azóta nem csinálja, hogy uninstalláltam a 2.1-et úgy, ahogy van. Ja, ennek most az lesz, hogy ha kijön a stabil 2.5, akkor mindent lezúzok a gecibe, és... Nekem már most úgy van. Ja, az meg a másik, igen, hogy semmiféle... Tehát nekem most van egy darab sound modom, meg egy darab HD cockpit modom, vagy HUD módom, azt ennyi. Na, megnézzük, hogy Balú itt van-e. Nincs itt. Ez most jó, akkor egy gépet újraindítok, jó, egy perces vagyok, mert már másodszor fagy ki. Mert állítva Group 1, Moon 3. Ó, én még nem tartok. Az korrekt, hogy ez a helikopter most itt felszáll? Aha, igen. Ez itt kell jobban. Ez a kompetitív, ez beszélünk. Tehát ez a üzenetjelző hang. Szuper. Picit sem lesz idegesítő. Micsoda? Ez a hang. Nem fog gyakran jönni. Ugyanállt nem loopol, és szól folyamatosan. Nem. Hál' Istennek nem. Akkor jó. Jobb, mint az a hosszú morze jelzés. Annyira jó szerintem, miután így felpakoltam magamra minden szemetet, hogy a tippek ugye engem fognak lelőni először. Nem feltétlen. Többen versenyben vagyunk ezért. Nem, tehát így, ez általában úgy szokott működni, hogy ha én ennyi mindent pakolok föl, és akarok vinni egyszerre, akkor engem lőnek le elsőnek, és yeah, kész. Oké. Okay. Tehát megnyugodhattok, nem titeket fognak lelőni elsőnek. Látok, amíg a lájnó. Nekem is. A Call ID egy grupa még nekem. Léte. Nekem Own ID 1, Own ID 2, Group ID 1, de ez defaultban így van. Én is defaultban hagytam. Most lesz egy kurva lúg kérdésem. Hol a faszomba kapcsolok lámpát ezen? Nem külső. Ja, megvan, jó. Mi az, hogy hol kapcsolsz lámpát? Hát itt a pinkit azt mindenféle kell dob hátra, igen. Előre vagy hátra. After. És utána anti-collision light, on position flash, megvan, már megvan. És akkor formation light, ha fel akarok feltekerni. Nem repültem ezzel szerintem. Nagyon régen. Mónád 4. Azon állod enyém. Szuper. Hok. 3 ready. Oh, van, aligning. Ja, a Night Vision remélem, hogy nektek az edőbe. Ezen van default. Jó, hogy itt van. Mi megy és hova? Én is tesztelem a fékiket. Ó! Oh. Fogni ready. Beretek ez az új MVG. Igen, ez nagyon szar. Szerintem kurva jó. Csak a gainen kell sokat paszkódni, hogy jó legyen.
Az a baj, hogy ha már láttál élőben a Luigi-t, akkor tudod, hogy nem ilyen. Mert az előző ilyen volt. Nem, az sem. Hát ennyi. Itt van az emberünk, szevasz! Elaludtam, sorry. Semmi baj. Még van hely, meg idő is. Aha, maradt még átíz, akkor trot szerver 1, 2, 3, 4, jel szó, aztán gyere. Jó, mindjárt. Jó van. Mi szálljunk fel viszont, mert itt vannak olyan dolgok, amik időre mennek, úgyhogy... Hogy van ready? Hogy van rolling? Hog to rolling. Hog to rolling. Menjél. Jövök, megyek. Ez ne Tokyo Driftet csinálja. Nem volt tervem. Hú, de siet ez a kecseg. Nem, jó az így, már csak figyelj. Oké. Okay. Mindenhol körülnéz, tehát mindenhol áll valami. És meg amióta, csak amióta működik a strop trigger. Igen, hold trigger. Hold trigger, igen. Miért? Régebben nem működött. Mikor régebben? Meg attól függ, hogy csináltad. 1.5-nek a végén. Sehogy, mindenhogy csináltam, Zoli. Sehogy nem működött. Nem állt le, vagyis megállt, azonnal újra is indult. Tehát nem tudtál neki duration-t adni. Flaggel se, semmivel. Nekem azért a Until-val mindig működött. Tehát, hogy a Waypoint Action-en belül ja, volt egy tehát, ilyen, nem duration, hanem Until. Nem duration, igen, hanem Until time passed 20 perc például. Tehát fordítva gondolkodtam, mint ahogy a DCS-ben általában a script editorok, meg az ilyen emberkék mindig fordít, mindenki bazeg fordítva gondol bele, fordítva csavar be mindent ebben a játékban. Igen. Ó, beszéljetek egy picit mindenki valami. Hog 2 rolling. Hog 3 rolling. Hog 4 rolling. Nem volt halkítva fülesen, és nem tudtam miért rengeci halk minden. Azt mondod? Mit pakoltál te, Zoli? Hát... Olyan hosszú volt az a taxi lévé, hogy időt is fel tudtuk volna szállni simánba. Geci össze az a pálya. Szerintem ne szórakozz, hanem menjél. Akkor megyek, jó. Mondom, 22.000 pár százzal indulok. Ez kurva sok baj, ez mi minden piszel be? Mi minden piszel be? Úristen, valad? Felrakott egy ebben. Azaz. Hoztam magammal okay. Azért még harcoló japán elit alakulatot. De bombával dobható. Persze. Nézzet. Száznegyven, 150. Fölszáll az már? A gumik bírják. Remélem is. Tessék. Nekem a preference waypoint van. Hog 3 take off, laps up, gears up. Célezzük meg a fobot elsőnek, jó? Egyes waypoint lesz, ez minden igaz. És ne szédüljünk magasan, mert kelleni fog.
És ez SA3 harap, úgyhogy vigyázzatok. Próbáltam velük barátkozni, de nem akartak. Miért nem? Hát már nem voltak kedvesek hozzám. Tesztelések folyamán. Na, közben lehet, hogy majd a helyét ezt viszont elindítatom. Mert annak egy jó 20 perc kell, mire odaér körülbelül. És így ezt az F10-menüből bekérem. És ez is működik, baszal. Csak olyan extra lag van, hogy valami hihetetlen. Na, nem, nem. Én azt hittem, hogy kifagytam, basszus, hirtelen. Akkor 8-10 fok, 12 ezerig? Szerintem igen. Hát én 5-öt tolok. Itt van fölöttem egy kép. Így van. Ja, nincs külső nézetben az nevet kivettem. Nagyon minden. Vagy várja. Azt mondja, Master Arm Gunner, majd elevem én. Jó, oké. Tényleg, fancy. Az csak fancy-nél kell lelőnöm. Jöjjön, kéne menni, bazza. Dani, pont ide ér, mire sötét lesz. Sötét van most is. Még nincs? Még megy le a nap. Kicsit visszább raktam már, mire bazd meg elindul az A10C, meg odaérsz a célterületem, olyan sötét volt, hogy nem találtam meg a kombolyt. Sehogy se. Meg a felhőkből vissza kellett vennem, mert Harrierre nem lehetett bombázni, sem se csinálni gyakorlatilag. Kicsit ilyen nem zárt a felhőzött teljesen most. Szóval néha havazik. Give me my lights off. Ja, majd készültek erre, hogy kell befetyögni koordinátát, meg ilyeneket. Mellettem mindig van notesz meg tol. Hát én most oda nem készültem. Csak a search-ra barja. Tudom, ezért kérdezem. Kurva messze el lehet a search-ra barja. Értem, hogy egy ezres meg fél kéne mennem. Most tudom, milyen szépen hozzuk a kondensz csíkot. Ez nem kondensz, ez chemtrail. Ja, igen. Hoztam magam egy zarkó chemtrailt, azt szóri kifelé. Ja igen, ott a kombóinknak van olyan markere, hogy ne bombázzuk szét őket, jó? Azt szerintem... Szerinted mi?
Mondjad. Nem, tehát ezt az X-markert, ezt mindig adja a TGP nekem. Ez a zöld X-et. Nem arra gondolt, szerintem a gép. Ha a fogra rá zoomolsz, akkor látod, hogy ott van egy zöld X, az egy GLA-25-ös. Értelek, oké. Okay. Az a JTAG-nek a ezéje. Ja, így van. A jeladója. Van a több is majd. Mert van több is a gombolyban. Hoppácska. Na, tudunk pötyögni? Teli konvoj. Most gyorsan eltűnt a kép. Az baj. Ez a konvoj melyik konvoj? Mert azt nem tudtam elolvasni, csak az üzét írtam fel. Ez egy ellenséges konvoj, ami támadja a fobot. Ahova vagy a helikopter? Aha. Megosztottam. Lőhetsz. Rifle a vezérre nálam. Nincs még nem, de mindjárt. Csak mondom, hogy a sírkára meg a vezére már ment. Oké, okay, a vezéreket lőttem. Oké. Okay. Akkor te a hátsókat lőtted? Zoli, Zoli meg a hátsókat. Én a sírkát meg a zsút. Meg a esélyített. Bocs. Shack one time. Shack another time. Shack egy. Shack 2. Biztonság kedvéért osztok egy speed. Jó, megosztjuk a szájukat, így van. Hoppácska! Szuper. Nem akarnak megállni a fiúk. 19.437 Pickle 15 másodperc. BRDM rifle. Rifle. Melyik BRDM? Előre a kevés volt, én is lőttem rájuk. Nem tudom, hogy melyikre. Előről a harmadik. Jó, akkor 19.329-nél van most. Egy check. Check. Pickle. Most megállt a buzi.
másodperc. Pont fordulóban vagyok. Akkor ez egy miss. Komolyan? Nem tudom, hova lett a GBU. Mondjuk fosul dobtam, az biztos. Tehát lehet, hogy teljesen mellé ment. Majd fordulok rá még egyszer. Ezért BMD, BRDM-re ráfa. Pekon. Check. Check. Gunrun. Valami nagyon tüze. Engem szeretnének. Biztos ideje volt ennek a gáránnak? Szerintem nem. Persze, simán. Erdőből lő valami hátul. Igen, híd mellől. Híd mellől, igen. Túloldali, jobboldali híd fő. Mi a javasolt loadout? Ami jól esik. Sok fabric. A konvoj kiállt, tankot célzok. Sok fabric, GBU. 0-14 fordulok. Lesznek még orsák például, meg ilyenek, úgyhogy okosan. Megpróbálok egy CBU-t. Nagyon bejöttem. A floodlight nem létező? Nem. Nem szeret működni mostanában. Megpróbálok a konvoj közepére 900-as hoffal dobni egy CBU-t, ETA 15 másodperc. Mennyire haladt előre a konvoj becsapódásokkal? Vészesen, jelen pillanatban látom, 203-nál vannak, illetve van egy tank. Az, igen, azokat fogok nyitni, 15 másodperc rendben vagyok. Viszont volt egy spike-om nagyjából, hát észak felől, nem. Pico. Észak-kelet felől. Valószínűleg Silka. Kapi. Pitbull kirakta a sírkát szerintem. Én a gátot támadom. Gátot? Aha. Sem. Elmentél a gáthoz? Jó. Hát mivel én nem tudtam beütni a koordinátákat, jó, de megosztottuk a speed. Egyébként. Az a 72-es vagy 80-as az mi? Lehet, csak én eddig támadom a gátot. Hol teszed? Újra Zoli? Itt van egy tank, ami füstöl, de szerintem nem deglött meg.
adok neki még egy 30-40 másodpercet, aztán tolok egy gunrun. Azt akarom mondani éppen, hogy 4,7-re vagyok, és 4,7 mérföld, és pontosságét mutatja. Akkor sok siker. Én hoztam CB, vagy mi az, GB-t, 38-as. Ha áll a szerelő, rádobom szívesen. Helikopter fél utoljár közben, úgyhogy nem figyeljünk arra is. Kapi, mehet a kettes waypoint, Gabi? Egyes, border egyesre menjünk akkor. Ó, Kapi, kettes waypoint, border egy néven megyünk. Reference waypoint. Aha, jó. Az így mi? Az mit cél? Hát... Azaz. 3-3, vagy nem bocsánat, elnézést, 3-5-140 lénynél radar. Intézed? Igen. Jó, mögötte áll egy konvoj, arra egy CDU-val megtisztelni. Elmegyek 15 000-re. Konvojba parancsnoki jármű, ez lehet a radosa. Aha, látok két osát. A waypointon? Igen. Dani írd át az ödet. Netcode-ed. Rifle. Mire? Amire ezelőbb mondtam, hogy rifle-ozni fogok. A radar. Nem, bocs. De melyik a vízhez közelebbi? Mire írjam el? Mire hármat számolok? Amit mondtam, 35-142. Az a koordinátákkal rendelkező vezére. Hát elég közel van a vízhez, de nem a vízhez legközelebb eső. Aha. 9-9-7 a vége. Igen, a másiknak, nem arra. De most megyek arra még egyszer. Most arra is nyomok egyet. Én megtámadom már a konvojt. Én megtámadom a konvojt, hogyha valaki az osákat tudja. Már az egyik osát megkérültem szerintem. Rifle a másik osára. Indítás, indítás. Még egy, még egy, még egy. Jaj, könyörgöm, ne! Ne ülj meg, bazd meg! Rifle a másik oszára. Arra már indítottam, Zoli, mondtam kétszer. De mondjuk nulla fekted, így úgy, hogy... Így az igaz. Remélem, kirehúg ezt a szerteszünk is. Oké, 18 000-en vagyok, 10 mérföld CBU-ra esítve. Konvolt fogom támadni. Ez meg fél óra alatt lehozzuk az egész mission-t. Ó, gyerekek. Az úgy késő kezdtük. Igen. 35-370-es koordinátáknál tank. Sák, valamelyik osába, kurva jól nézett ki. Nekit veszettünk el. Én vagyok, Hawkin, hogy négy van. Százötös célből dobok a... Mi ez azért az? Az átjáróra, vagy mi az átkelőpontra, vagy azt nem tudja, mi akkor az lenne. Rifle. Shack 1. Shack 2. Királyság. Királyság.
Hozzuk le gyorsan a küldetés, gyerekek, mindjárt lemegy a nap, és még félek a sötétbe. Az ott nagyon magasan, aki kontrélezik. Én vagyok. Oké. Okay. 5 mérföld a célpontoki. Hova menjek, a FOB-hoz? Le, az egyes átkérőhöz. Border 1. Ezt hát bele alá fogom vágni a Malivnak a zenéjét, ahogy itt fölnéztem. 10 másodperc a pikelik. Pikel rakétaindítás. Pika fordulok. Az egyszerre fogod beérni kell ez a két pika. Check. Nem, nincs effekt eddig, hogy már be kellett már csapódni. Nem, még nem. Most negatív, most csattam szét. Hopp, kettő. Ó, de szép. Tessék, tábornok alatt. Így. Még egy tippon. Még egy. Kegyetlen az itt. Egy jó madár még életben van, lejött az útról. 35-2-66-ra megy mindjárt, GPU. Vétel, 35-3-3-8. Még él, szerintem légvédelem. De nem vagyok benne biztos, nem látom a kontúrt. Az RO vagy RD az mi? RO? RO mi? Mint RVR visszajelzés. Igen. Ja, aztán meg nem tudom mondani, bazdmeg. Meg. Shame on you. Pickle. Ott vannak ilyen parasztok még, iglával még ilyenekkel, arra vigyázzatok, jó? 15 másodperc. Kezdek nem látni szart se. Istennek a flir már jól működik. Aha. 35-3-3-8 softlock. Emberekre gandran. Sherlock Rifle. Ez fantasztikusan jól néz ki, ez a robbanás effektus, én ezt ezzel nem bírok betelni. Ugye milyen jó? Szerintem is tetszik. Iglás kiszedtem el. De milyen kurva jó már ez a fír, gyerekek, annyira faszanak. A fír is, a robbanás is, egyszerűen nagyon, nagyon jó. Pazar. Pozor. Pozor hollavina. Mik vannak ott robbanások. Ó, bazd meg. Mi a baj? Hát, az, hogy leszartam az SH3-ot. Lepattintod? Nem. Hát olyan könnyen nem adom magam azért. Pickle? Kezd szétmenni az airbreak gombom a Marthogon? Nincs olyan. Hát bazd meg, nyomom előre és nem zárja be az airbreaket. Most hátra húztam, amire előre toltam, akkor bezárta. Szerinted? Dani, mi újság? Merre jársz amúgy? 30 mérföld. Ság. Remélem, még marad valami az éneked is. Azért én szerintem egy GB38-a kipattintam a gecibe azért. A határátkelőt, jó?
Kap. On station, nem látok semmit. A tankokat mindent kiiktattunk a folyópart mellől, meg ilyeneket? Úgy érzem, igen. Egy darab Commander Conqueror. Vagy Red Alert. Szóval egy darab Control Vehicle maradt. Osztom a speed. Titéleztek össze-vissza? Igen, alacsonyan van a trail határ, 12-12500-nál már trail van. Hideg van. Na, az UH1 az leszállt egyébként. Ez bepikó. Viszont nem indul el. Oké, nem szóltam. Jó, ezt a HUD modot, vagy ezt a ezért HD cockpit HUD modot, ezt ki fogom szedni, mert ez nem HD. Illetve hát nem is az, hogy HD, hanem azt írta rá a srác, hogy így realisztik, mert kissé elmosódott. Hát a kissé az nekem nem ezt akarja. Kurvára elmosódott pedig, ugye? Pull up! Na és akkor most kell valamit lőni, vagy álljak be valaki meg ilyen körbe-körbe rektülni. Gánc. Pull up! Mit támadunk most? Melyik waypointotra támadunk most? Semmit, védekezünk, védjük az IOD-t. A bázisra nyújt el a izé felé? A gyárt felé? Igen. Londonról, igen. Londonról, okay. A... Mi ez? Egyes borderre. Oké. Okay. Megjönnek az SH3-ok felé. Miért csinálsz olyat? Nem tudom. Mert nagyon nézegetem a monitor, itt előttem az asztal. Boldog egyelőre, tisztára tűnik. Mert mennek ám a nukehoz, azt is ki kell pucolni, mert oda is le fognak érni. Vagy ezt már ki pucoltad? Úgy gondolom, hogy igen. Megnézzük. Elindult már ez a konvoj? Többször többet elnézek más is, de én ott kilőttem 3 BTR-t, meg 2 Strelát. Akkor igen. Szerintem azt hiszem, hogy vannak, hogy gyalogparasztok is, nem mindegy. Na megnézzük, hogy azokat még nem láttam. Snake waypoint. Waypoint 5/nuke. Három halott katona confirmed. Itt van mennyi ott kéne lenni. Mert szerintem az... A kosznak verik, amíg odaér, azt kész. Ha csak közben az ések nem szeretnek meg minket, a repülőgépek. Megnézzük, hogy lesz-e tűzharc. De semmi gond, mert ha lövik rád az infrát, akkor csak a nap felé menjen. Igen, ja. Hogy ne lenne? 257-es frekvencián. Mennyi? 257. Magic 4-1-2. Request bogey dope. Nem. Pedig ott kéne, hogy legyen. Nem válaszol 257-en. Próbálom én is. Hallom én is, hogy válaszol neked, nekem nem válaszol, csak
normálisan nyomjad a PTT-t, nem, ne úgy, mint aki nem tudja, hogy működik. Erről beszélek. Az előbb nem válaszolt. Mondjuk lehet, hogy fasírtban van bor 1-2-vel. Nem, vagy lehet, hogy az intercom gombját nyomtam meg az előbb, nem pedig ezért. Jó, hát én körözök a izé fölött, 17 000-en a... Mely a faszom ez? Konvoj fölött. Tényleg egészen úgy néz ki, mintha működne a FLIR. Ugye? Nagyon szépek voltak a robbanások. Az semmi, de állítólag működik a Laser Search is az A10-ben. Ez sosem működött. Nem mondod, hogy nem működik még mindig. Na, nem tudom, hogy hol vannak a gépek. Nem mond semmit az elek? Nem, tiszta. És mond, az, hogy tiszta. Oké. Szóval azt mondod, nem működik, se nem működik sohasem. De figyelj már, valaki lészelje már meg nekem, légy szíves, ezért a waypointot. Nuk, adom a lézer. Lézom. Lézom, szépen is. Látsz valamit, Zoli? Ja, várj, csak most ott háttal nem van neked. Én nem látom. Várj, én is háttal fordultam, fordulok. Jó, oké. Okay. Vakvezet világtalan. Igen. El nem hiszem baznak, hogy használhatod a DC-t, és láttuk a célpontokat, és minden működik baszban. Igen, eddig minden látható volt. Fekete a lézercsík mondjuk, de lézom. Detect, eltrek, működik. Várjál. Sőt, elmondom neked még kis jelző, bazdmeg. Hol van, hogy... Ja, megvan. Detect, eltrek, tessék. Oda mutat a csík, meg minden hallom. Beszadsz. Ja, ezt mondom, hogy ez végre működik. Be? Hát úgy, hogy oda viszed szépen a izében, és amikor megtalálja, akkor automatikusan odaugrik. Oda viszed, ja, a izébe? Tehát ugye az van, hogy a DGP-nek van egy ilyen funkciója, hogyha DMS hosszan jobbra, akkor beáll Laser Search-re, vagy megnyomod az USB 6-ot, ami az LSS gomb. Igen. Na, és akkor szépen, amikor ott valaki lézel, akkor meg oda fogod ugrik. Találni, igen, oda fog ugrani, és utána megnyomod a Laser Designate gombját, megnyomod, akkor detect-re átlát, és eltrack megtalálja, hogyha oda lézel valaki. Megtalálás. A gyerekek ezt kigyakorolva keményen hozta. Na. Te gyakorlatilag tudsz olyat csinálni, hogy a Harrier lézel az A10-nek. Most már. Most már, igen. Amúgy most éppen hülye kérdés, de... Igen. Hogy odaérjenek honba, és megnyerjük a küldetést. Szegény Dani lemaradta, lényegben. Hol a konvoj? Alattam, bazd meg. Én figyelem az objektívet, jó, én még éles vagyok. És kipihent. Hát jó, én azt gondoltam, hogy ez azért tovább fog tartani, és nem baszunk itt szét mindent a kurva anyja, de jó. Ahogy mondták a nagyok, rámegyünk, azt valami lesz, királyok vagyunk. Igen. Most ezért hoztam én még pluszba, tehát nekem még mindig van 4 bombám irányított. Nekem még itt egy CBU szerzett, még 2 Nekem is 4 GBU van, nekem is. Nekem 2 CBU, meg 4 Mavrik, 3 Mavrik van. Ezért mondtam neked, hogy a CBU az overkill mindig mindenhova. Ez nem is hoztam.
Ez azért tényleg durva volt, ezért is kérdeztem, mert azt a konvojt konkrétan hány autó, hány egység volt benne? Hát, nyolc? Egész konkrétan 10. Két CBU-val elintéztétek a bordert. Ja. Ja. Jó, hát még mit tudom én, három Maverick-kel, amit rászórtunk a reálósákra, azt jó van. Ja, na mindegy, szóval itt annyi módosítás lesz, hogy a CBU-kat kiveszem. Igen, a restriction legyen, általában CBU-ra rá lehetne tenni. Ha lehet egy ötletem, akkor az osa, az hogy egyik osa helyett egy tort rakjál már be. Mondjuk az geci. Ez nem geci, mert azért hegyek között van, tehát gyakorlatilag egy pop-up attack-kal meg lehet oldani. Csak annyi, ja, hogy ugye kell egy csali mondjuk, meg kell, oda kell figyelni, és akkor ki tud lőni. Csak hát ugye nem olyan egyszerű, hogy bejössz ide, az 15 000, és ja. Az osa azért az nem annyira. Tehát nem egy ellenfél egy A10-nek. Gyerekek, átülök én egy kicsit a redbe, jó? Akkor RTB. De amúgy, hogyha nagyon akarjátok, még a vizéket lelőhetitek, a Border 2-3-at. Ne legyen jó napi. Kapi. On it. On my way. Amúgy dolgozott a Sammy, mert lelőtte az egyik E39-es. Hogy igen, van. Van egy Roland ütega izénél. Fartnál. Próbáltam ilyen megvilágító rakétát kilőni, de nem nagyon látok semmit megvilágítva. Pedig az szokott működni, múltkor a Lali hülyéskedett vele, és tök jó, tök szép, fényes volt minden. A minden ingyen, megpróbálom még egyszer. Na, szóval, ha van kedved, hogy nyugodtan a Border 2-t lenni. Támadjuk. CBU megy rá, biztos vagyok benne. A Border 2-t támadod, Zoli? 3-at. Illetve igen, tehát Waypoint 3, Border 2. Kapja, akkor én azt hagyom, megyek elszorom a Border 3-ra a CBU. Támadom is a Border 2. Ezt ne támad pont 4 előzébb bombám van. Gyere, mint te is a 3-osra oda, hagyd szorjál, Zoli. Oké. Okay. Nekem most Maverick-em van, meg izém, GB-em. És Gabi, egy jó tanács. Na. Próbálj nagyobb területet fedni a gépekkel. Mármint, hogy messzebbre kell menni. Hogy a CBU az ne legyen overkill. Vagy tényleg ki a CBU. Tehát szóld jobban szét őket. Oké. Okay. Sokkal jobban. És amikor azért van, a dispersion-t meg rakj jó nagyra. Tehát a dispersion fire-t. Igen, a dispersion fire-t az így rakj jó nagyra, és akkor nem lehet CBU-zni. Értem, tehát hogy akkor szétugranak, hogy igen, igen. Igen, meg a gyalogosok ne nagyon álljanak a gépjárművek mellett. Igen, mert akkor GBU-val elintézni a gyalogost is rögtön. Vagy akár egy Mavic-kal, hogyha szólódik. De hangulatos is küldetés volt elsőre. Nekem tetszett. Az én TGP-ben a Border 3 waypointon minden füstöl. Border 3 waypointon? Hát a 4-es waypoint, Border 3. Minden right füstöl. Az nekem tiszta, ott nem füstöl semmi. Nekem sem mögött a füstöl a hátra. Ahol égetik a holtesteket. Igen, ez a híd felé néz. Rifle. Dani, most kiírti az egészet. Rifle. Pico. Hát ott kirőtt tízéket látok, konvolyok adott, semmi mást. Check 1, check 2. A maradékra meg megy a CD. Jól nyomjátok, én már nem bízélek el akkor. Ez 90 kombat mixem, valamit csináljunk már még.
nekem még izéb is van még, majd meg izé, rakétám is, tehát rakétám is. Ez a három ütögetet is megtennek, ha kétetet akarják. Na, jó ötlet, aha. Simán már. Meg is kell baszatod, bazd. Oda megyünk. Pick-pack, és lezuhanunk. Lerohanunk mindent. Lezuhanunk. Ezt úgy kell mondani, hogy oda megyünk. Pop-up, kiold, pak-pak, jövünk visszafelé. Ja. Benne megjön a Sanya. Ki a faszom? Anya. Egy Sanya az egyes. A Sanya. Pickle, pickle. Sanyára mindig a susogós maszkot is a fenne van. A Border 3-4 gép jár magával. A Border 3 az kuka. Már mind láztátok, Border 2 még van, ne tudszok. Border 2-re már ment két főzé, GBU 38. Coffin South, RTB. Gyerekek, még nem érted oda a konvoj, mi a faszra tartok? Hát ha így se érnek oda, akkor műszaki egység kell oda, nem légi támogatás. Hát mi van, hogyha valaki rájutódik az erdőből, mert van? Tűzség el. Itt már csak meg tudnak haladni az ételni. De menjek én hatástalanítani a bombát. Kurva lassúak amúgy, bázni, nem voltak ezek ilyen lassúak. Tehát, hogy a zebrán összek, lelassítják őket. Állítottál speedet? Maximálisan lehet a speedig. Jó, melyek hallott az szépen. Egyik GBU 38 úgy mellé ment, mint a rohadt élet. Igen? Lézer volt? Nem lézeres, ez GPS-es. Az kínai volt. Nem is az a baj, hanem ez egy Strela, amire... Hát akkor most rámegyünk Gunnal. Jó, meg van. Most megállom. Súlytanó, szerintem. 21-esre fogom lecserélni az albatroszokat, mert ezek nagyon balfaszok. Pipo. És ott a világító rakéta, csak nem pontosan lőttem ki. Ha? Igen, tényleg látszik. Elég messziről is. Ja, világtól... Most a Strelára nyomtál valamit? Igen. Ötszeg. Jó, van, azt úgy beszom. Egy kicsit gyorsabb voltam, mint te. Egyébként örülök, hogy megcsinálták ezeket. Még gyorsan leeresztettem egy sorozatot a G-Gunból, de hát gyorsabb volt. Mondjuk ahhoz képest egész pontos volt, tehát hogy így megnézed a találatokat 3,5 mérföldről, nem is volt olyan nagyon, nem is szólt olyan nagyon szép. Na jó, akkor RTB. Kurva messze ellát a műzős sáronnak a search oldalra. Érdekes. Na úgy döntöttem, csak fogok újra DCS-ezni. Na mi van? Jó volt? Na jó volt egyszer. Mondjuk kb. Egy hónap kihagyás után minden jó. Na. Hát örülök, hogy azért egy órát elszórakoztattalak vele titeket. Ez annyira volt jó igazából, hogy most már tudom, hogy működnek a triggerek, meg ilyesmi, úgyhogy... Az sosem van. Na, úgy gondolom, hogy már tudok velük dolgozni nagyjából. De azon csodálkozom, hogy minden működött, bazdmeg. Azon egyébként én is. Úgyhogy sosem volt tesztelve, tehát ez így magamtól tesztelgettem, azt kész.
Ezek ilyenkor amúgy a Evex az így addig röpköd, amíg így... Nem tudom, ki nem fegy az üzemanyag, vagy... Attól függ. Holdra raktam. És nincs egyéb waypoint? Nincs. Akkor addig, amíg ki nem fegy az üzemanyag. És akkor leesik? Nem. Az 1.5-ben úgy volt, hogy ha volt esze, akkor visszament, ha nem volt esze, akkor meg bebágolt. Itt is eltűnt. Hát ez az Albatrosz, az nem akar felszállni valamiért, úgyhogy... Melyik? Az egyik, ami túlélte. Kurva bassza az agyam, hogy mi lőtte le a másikat, ami... Nem az történhetett, hogy jött itt mind a kettő, csak valami dolgozott velük? De, szerintem és... mondom, hogy a légvédelmük lelőtt, szerintem. És a másik meg leoldott és hazament? Nem, mert... De mit oldott le? Nem tudom. Rádobálja a fegyverét és hazament, szokott járni. De Kepra volt állítva, hogy ő lefittem, ő legyen a bosszájba. Nem, majd most mindjárt lelőjük, aztán majd technikus visszanézem. Csak azt mondom, hogy mindenki leszálljon. Kettesnek nem szirénázott a warning-e? Nem. Ő nincs ezen. Nincs. Nem szirénázott. Miért? Nem tudom, mely lézerezgetek fánból itt. De lézer ez nem... Ezé... Az csak lentről érdekes. Milyen magasabb vagy? A Szuhoyjal mindent rád fog. Jóval akkor is ezért szól az átész pedig. De. A radarral igen, de lézerrel nem. Az de igen. Azért nincs radar. Nem radar. Mondom, hogyha a IO-val rád fog a C-27 A10-zel, és közel van hozzád, egyért radar. Hogyha a ezék, hogyha a orrocskáját meg a seggébe belelát, igen. A seggjelet világítom lézerrel, amúgy konkrétan. Hát... Szerintem ez nem az olyan ám olyan lézer. Amúgy meg kéne nézni, hogy milyen... kódja van az IO lézernek, és azzal próbálni. Mert szerintem az... Miért van az, hogy a hiba, hogy a Night Vision-on nem látom a lézt? De látod, csak fekete. Igen. És nagyon vékony. Fog 3 on-final. Hát, hogy nem látta a feketén se, de jó. Bár mondjuk én előre nyomom lehet azért. Úgy gyerekek, majdnem kújított nyomtam, bazdán. Azt köszön. 3, bazdán. Hát tényleg nem gondoltam, hogy ilyen geci gyorsan lenyomjuk ezt. Jó, mondjuk 4 A10, meg 5, az meg már ne tud kipakolni, úgyhogy... Majd amikor itt lesz a Hornet, és akkor az SH3 szájtokat le lehet hármozni. De ja, én azt nem szeretem azt, hogy beszélt békát. Run weekly. Imi, kapcsolja valami fényt, tök sötét vagy. Gonosz. Istenem, de tudtam, hogy rá fog csapni valami. Igen, gondoltam, hogy magas labdára. Úristen. Ennyi. Bocsánat, szicszer, ezt nem szabad kihagyni, hát ennyi. Am-
Amúgy ez a Putin-féle végtelen repülő rakéta, ezt így hogy szerették volna elképzelni? Teleportál, már megmondtam akkor is. Ha. Fölvegy az űrbe, visszajön az űrbe, kikerüli a mindent, és oda megy, és kész, és aha, elpusztít mindent. Nem az volt, hogy pont, hogy igen, tehát pont, hogy nem az volt, hogy a napelem, meg nem tudom, az Isten nyila, és akkor... Mi napelem? Hát, mit tudom én, gondolom erre gondolt. Most nem az, hogy így működik, hanem hogy gondolom erre gondolt, hogy akkor majd ők kurva jól megcsinálják, és minden nagyon fasza lesz. Nem, ez valami izéről volt, szóval valami nukleár propulsion, de hát ez most így hogyan? Saját ezért üzemanyagát, amit egyébként felrobbantan, azt használja fel, vagy nem értem. Altitude, és a végig altitude. Csak olyan, mint amikor egy papírzaskó kifukkal. Mint a izé, a... Ez végig csak így besiklik, tudod. Hát jobb főhölgyen aztán kész. Kijön bele egy kis zászló, amire az mondja, hogy kabub. Azaz. Hókettő egy on final. Szóval, hogy izé a... Hogy hívják azt a Robin Williams mondta azt, hogy figyelj, lehet, hogy a kínainak van atombombájuk, de az is lehet, hogy csak 1 billióan azt mondják egyszerre, hogy bum. Igen. Van azoknak bőven, bazdmeg, most már ilyen tapunuki. Valami 200, nem tudom hány darab van, csak ott a déli részen nekik, bazdmeg. Part mentén. 5000 mérföldes hatótávval. Ez a floodlight, ez eszméletlen, hogy bosszantó. Kurva szar konkrétan. Vannak dolgok ebben, ami még bosszantó, de hát... Én azt mondom, hogy ha ugyanúgy megcsinálják mondjuk a többit, mint az eddigi dolgokat, akkor megéri majd várni rá. A Patriot szerintetek ellő 40 mérföldre? Te hülye vagy. A Patriot meg 200 mérföldes a hatótávolsága. De a DC-ben, nem a valóságban. Azt DC-ről beszélek. Komolyan? Hát igen. Ez ilyen radar, search radarja. Aztán, hogy a rakéta az meg valami, mit tudom én, 80-90 mérföld. Csak ugye ugyanaz a baj még mindig, mint régen volt, hogy max range-en lő. Hogy azonnal lő, mi? Nem úgy, mint a BMS-ben. Mert ott egy kicsit vár? Ott nem hallod, hogy lőtt rád. És ez hogyan? Hát úgy, hogy gyakorlatilag a Patriot... Igen, a Patriot az nem úgy működik, mint ahogy a DCS-ben működik, hogy oké, okay, kilövöd, és aztán jó napot kívánok. Ki az, aki overshootolt a runway-t ennyire? Dani. Nem overshootoltam, el akartam jönni felette. Ja, értem. Azt hittem, hogy hát mit tudja, mi látó mit leszálláson. Azaz NATO leszállás. Szóval, hogy igen, tehát hogy nem, abszolút nem úgy működik, mint ahogy a DC-ben működik, hanem úgy, hogy kilövi, aztán egyszer csak amikor, mint az MRAM TVS módban, yeah, amikor már ott van és aktív search radarra keres téged, akkor kapod az invite-ot a partiba. Tehát amikor már meg vagy hosszú, akkor kapcsol be. Igen, igen. Ura, ez ott egy autó. Night Vision amúgy. Vigyázz, ott egy autó. Én autó. Most alig látok valamit, hallod? Tudom. Veszemetes. Nem láttam semmit én sem. Amúgy leszállásnak fájna, mert majdnem eltrafáltam egy kéményt, az is buli volt. És most megfogtátok a verdát, vagy? Itt meg én vagyok, szia. Látom. Ja, te fényeidet néztem. Ja igen, de nem láttad ezért. De az autónak nem volt fénye. Jó van, na hát köszönöm szépen srácok, ez nagyon király volt. Hát, jó van, örülök.